Tisztelt megemlékezők, kedves barátaim! Példaképeink, nagyszüleink előtt tisztelgünk a mai napon. Példaképek hallatán az átlag fogyasztó valami egészen másra gondol. Gondol a kedvenc énekesére az Esti Tehetségkutatóból, a bulvároságok címlapján tetszegő celebekre, vagy arra a TikTokerre, aki egy zenére való táncolás nyomán milliós követőbázisra tesz szert. Pár dolog azonban közös ezekben az úgymond példaképekben. Tetteikre 66 év múlva senki az égvilágon nem fog megemlékezni. Azok a példaképek, akikre mi itt ezen a szimbolikus helyen megemlékezünk, nem pillanatemberek voltak, hanem identitást adó hősök. Tetteikhez nem az önmaguk népszerűsítése, hanem a hazájukért és a szabadságukért való megtörhetetlen felelősségérzet adott motivációt. Azok a fiatalok, akik fegyvert fogtak az akkori világ legerősebb hadserege ellen, iránymutatást adnak nekünk a 21. században folytatott küzdelmeinkhez. Nekünk egyelőre nem tankok és sortűz ellen kell felvennünk a harcot, hanem egy olyan agymosás ellen, amely a virtuális valóságban öli a korosztályunkat. Ha a nagymamám, a nagypapám és meg annyi társuk tizenévesként, egyetemistaként 56-ban erre képes volt, akkor nekünk ma a legátgondoltabb kifogás is gyenge ahhoz, hogy ezt ne tegyük meg. Nem elég példaképeinkre emlékezni, ha a hétköznapokban nem követik tettek ezt a megemlékezést. Pár szót engedjenek meg nekem lengyel barátainkról is, akik 1956-ban és most is legszorosabb szövetségesként állnak ki mellettünk. A mai napon is itt vannak velünk a lengyel fiatalok, demonstrálva, hogy bár élhetünk más-más országokban, de van egy közös szenvedélyünk, és ez Európa. Köszönjük nektek, lengyel testvéreink, Polek, Vengyer, Dvabratánki, Idoszábli, Idoszkránki! A megemlékezés mellett a harc is közös. Hiszen az 56-os antikommunizmust ma antiglobalizmusnak hívják. Ellenfeleink legfontosabb ismertetőjegye, hogy gyűlölik a sokszínűséget. Gyűlölik azt, ha valakinek erős identitása van, hogyha ő büszke, magyar, lengyel, vagy egy más ország szülöttje. Ezek helyett egyetlen céljuk, hogy identitását vesztett, arctalan fogyasztókat hozzanak létre. De ne feledjük, bármekkora gazdasági, politikai fölényben is vannak ennek a sötét ideológiának a képviselői, nekünk az egyetlen út a pesti srácok útja kell, hogy legyen. Akik nem kifogásokat kerestek, nem az egyszerűbb út felé indultak, nem passzolták át a feladatot, hanem felvették a harcot, akkor is, ha az lehetetlennek látszott. Ha sokszor úgy is érezzük, hogy kezükben pénz, paripa, fegyver, nálunk meg csupán hit és lelkesedés, Wittner Mária szavai jussanak eszünkbe. Az igazságot ki kell mondani, mert hazudni bűn. Dicsőség a pesti srácoknak, vérükből újhajtás sarjad, a jövő mi vagyunk.